Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Rangos elismerésekben részesültek Vármegyén kiváló szakemberei, ma este lesz alkalmunk őket és munkásságukat is bemutatni, íme a mai kínálat. Hatékony betegkommunikáció. Elismerésben részesült dr. Sós Zoltán. Éves szakmai továbbképzés, bemutatók és konferenciák a Nyíregyházi Állatparkban. Kiszolgálni az olvasót. Vármegyei Primadíjat kapott Nyéki Zsolt. A hazai egészségügyi szektorban dolgozó szakemberek pótolhatatlan munkájának elismeréseként hozták létre a Richter érdemérem díjakat. Az év leghatékonyabb beteg kommunikációját folytató háziorvosa idén dr. Sós Zoltán nyíregyházi háziorvos lett. Vendégünk itt a stúdióban a díjazott. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. És mindenek előtt szívből gratulálok. Köszönöm szépen. Kezdjük azzal, hogy a maga ez a Richter érdemérem, ez több kategóriában is meghirdetett, igen, és két kategóriában is pályázott. Miért kettőben? Ugye három kategória a prevenció, tehát a megelőzés, a betegkommunikáció, illetve az innováció, tudományos munka. Én a prevenció, a szűrővizsgálatok, illetve a betegkommunikáció kategóriában pályáztam ugyanaz az anyaggal. Ez azért nem furcsa, mert azt gondolom, hogy nincsen hatékony szűrővizsgálat meg prevencióra ró felhívás hatékony betegkommunikáció nélkül. Hogyha nem tudjuk megszólítani a pácienst, hogyha nem tudjuk vele elfogadtatni, hogy ez miért fontos szűrővizsgálatra eljárni, vagy egyáltalán a már felismert betegségét megfelelően gondozni, kezelni, akkor igazából tök fölösleges a mi tevékenységünk, és ez egy hatékony betegkommunikáció mentén valósítható csak meg. Hogyan változott a házi orvoslás az elmúlt évtizedekben? Mert hogy ebben a nyugati típusú orvoslásban, ebben az alkatrészekre bontott orvoslásban bizony kialakult, hogy egy házi orvos ez tulajdonképpen diszpécser szolgálatot lát el, megfelelő szakrendelésekre irányítja a beteget. Hát azért az eddig sem így volt, és bízom benne, hogy nem is így gondolnak házi orvosokra a betegeink, illetve a kollégák sem. A házi orvos tevékenység az alapvetően egy klasszikus gondozási tevékenység, időnként akut betegségek ellátása mentén, az eddig is így volt. Most is így van. Bizony egyébként a Covid nagyot változtatott a háziorvosoknak a megítélésén is, a háziorvosok munkáján is, hiszen bejött az elektronikus recept, bejött az elektronikus beutaló, bejött a egyáltalán ez a telemedicinális ellátás, hogy a betegek telefonon jelentkeznek, előjegyzést kérnek, időpontot egyeztetünk, illetve időnként akár telefonon történik maga a betegnek az ellátása is. És hát le is csökkent a személyes találkozásoknak a lehetősége? Jelentősen csökkent, igen, a személyes találkozásoknak a száma. És néha egyébként már átesünk a ló túloldalára, és mindent is telefonon igyekeznek megoldani a páciensek. Vannak ennek korlátai. Sokat segít az, amikor már e-mailen elküldenek korábban leletet, vagy telefonon tájékoztatnak előzetesen, hogy miért jönnek, időpontra tudjuk előjegyezni őket, és akkor megfelelő idősávban, aki lázas fertőző betegség tüneteivel jelentkezik a telefonban, azt nyilván nem fogjuk egy időpontra behívni egy gondozásra jelentkező kismamával. Szóval ezek azért nagyban segítik a mi munkánkat, és bizony egyébként megváltozott a betegek hozzáállása igényese ez a dologhoz, és meg kellett változni a háziorvosoknak is az attitűdjének ezzel kapcsolatban. Milyen felületeket használ ahhoz, hogy elérje a betegeket? Hát miért nem? Igazából valamennyi létező kommunikációs felületet igyekszünk használni. A social media, tehát a szociális háló, a telekommunikáció eszközei. Kezdjük azzal, hogy igazából hogy lehet elérni egy háziorvosi rendelőt, el lehet érni ugye telefonon. A telefonon például nekünk van mobiltelefonos, vonalas telefonos elérhetőségünk, egy üzenetrögzítős elérhetőségünk. Ezt mindegyiket használhatják. És akár SMS-t is írhatnak. Itt is egyébként fontos meghúzni a határokat, mert mik azok a csatornák, azok a hivatalos csatornák, amiken keresztül a háziorvosi rendelőt el lehet érni.
a privát SMS-ek, a privát messengerek, a privát Viber üzenetek, azokat jó meghatározni, mik azok, amiken beérkező megkereséseket mi le tudunk kezelni, és ezt igyekszünk is ezeket a határokat tartani. Ezen kívül, ami hatékonyan működik, mióta az eszemet tudom, tulajdonképpen a második hónaptól szerintem, hogy a házas rendelőbe ülök, van egy infoscreen, egy LCD TV a rendelőben, mert egy csomó olyan információ van, amit mindenkinek ugyanazt kell gyakorlatilag elmondani a rendelő működésével kapcsolatban, szűrővizsgálatokkal kapcsolatban, aktuális akut történésekkel kapcsolatban, és az nagyon hasznos, hogy a várakozás ideje alatt gyakorlatilag ezt már elolvashatják a betegek, hogyha erre éppen fogékonyak. Azon kívül természetesen a Facebook felület egy nagyon jól működő csatorna, pont az a generáció, akik leginkább orvoshoz járnak, én úgy látom most éppen ők azok, akik a Facebook legaktívabb felhasználói, és nagyon könnyen és egyszerűen lehet a hatékony információt, mint képanyag, mint pedig videóanyag formájában eljuttatni hozzájuk. Természetesen a weboldala egy vállalkozásnak, ahogy a háziorvosi praxisnak is, itt is azokat a gyakran ismétlődő kérdéseket, meg topikokat lehet egy felületen összegyűjteni, hogy aztán már egy ellátás során csak vissza lehessen utalni, hogy meg tudja nézni a honlapunkon, olvasson utána a közfényének a terápiájának, például ott vannak hasznos diétás tanácsaink, ilyesmi, ebben segíti az embert. És aztán akkor, amikor van egy szűrővizsgálat, mint ahogy az ősz során is volt több ilyen szervezett szűrővizsgálatunk, akkor pedig ezeket a csatornákat aktívabban használva és kiegészítve kezdjük el megkeresni a pácienseket. E-maileket gyakorlatilag mindenkitől gyűjtünk, ebben volt nagy segítség a COVID szintén, hiszen az oltásra való jelentkezés kapcsán megadták az e-mail elérhetőségüket, amit aztán igyekeztünk egy nyilatkoztatni a pácienseinket, hogy ezt továbbra is használhatjuk-e. Ugye a GDPR bejött az életünkbe, SMS-t tudunk küldeni, tömeges SMS-t szolgáltatást használunk, amikor csak egy felületre kell beüssük, ugyanazt az üzenetet ki tudjuk küldeni, egy célzott csoportnak leszűrni, például egy influenza oltás időszak van most, a 60 év feletti pácienseinket leszűrve ki tudunk küldeni egy SMS-t, hogy szeretettel látjuk őket, és hogy mikor van az influenza oltások időpontja. De most a szűrővizsgálataink, ahogy voltak, mind októberben a emlőrák szűrővizsgálat, mint pedig most novemberben a férfi daganat szűrővizsgálati programunk. Erre is gyakorlatilag ezek a felületek, a social media, a tömeges SMS, a e-mail hírlevél az, ami szolgál, hogy az információt el tudjuk juttatni. Van ennek már látható eredménye, mondjuk egy országos átlaghoz képest ebben a körzetben magasabb az érdeklődés a szűrővizsgálatok iránt? Az az érdekes, hogy ugye a háziorvosi finanszírozás is abba az irányba kanyarodott, hogy az indikátornak nevezett finanszírozási elemen keresztül kifejezetten ilyen szűrővizsgálati tevékenységeket honorál, és ezt méri gyakorlatilag, hogy hónapról hónapra milyen az adott háziorvosnak a gondozási szűrési tevékenysége. Erre kifejezett figyelmet fordítunk. Korábban is így volt, azóta meg, hogy ez húsba vágó kérdés, azóta meg különösen. És hát látjuk a hónapról hónapra a pontjainkat, és ez egy 24. terjedő skálán, jellemzően 20-20 fölötti pontjaink vannak, ami azt hiszem, hogy egy jó visszaigazolás, hogy valamit jól csinálunk. Szuper. Ha már itt kommunikációról beszélünk, egy kicsit a másik oldalról is közelítsük meg, mert nagyon sokszor a túlinformáltság látszik a betegeken, és nem feltétlenül megfelelően hiteles forrásból tájékozódnak a betegek. Hogyan tudja ezt korrigálni egy jó orvos-beteg kommunikáció, vagy akár egy ilyenfajta innovatív háziorvosi kommunikációs hozzáállás? Hát bizony előfordul gyakorlatilag, hogy doktor Google után én már csak másodvéleményt mondhatok. Ez nem baj. Én kifejezetten szerettem az edukált beteget, aki a saját betegségével, a saját panaszaival kapcsolatban utána olvas és próbál tájékozódni. Időnként eltévednek az erdőben, ez való igaz, ezt sokszor tapasztaljuk, hogy miután nem szakemberek egyes információkat nem megfelelően tudnak értékelni, ezért fontos a szakember, ezért fontos, hogy megfelelő helyről kérjen időnként segítséget, információt. De az például egy nagyon jó jelzője számomra, hogy ő ezzel kapcsolatban motivált, a saját betegségével kapcsolatban motivált, szeretne tájékozódni, és nekem annyi a dolgom innentől kezdve, hogy megfelelő irányba állítsam, és
a szükséges vagy a jó információkat nyújtó weboldalakat ajánljon például neki. Ez az egyik oldalon előny, ez a Dr. Google orvoslás, a másik oldalon néha problémát jelent, hogy még egy kört kell futni az, hogy amit ott olvasott, akkor az hogy is kell igazából értelmezzük. Ebben a mostani túl medikalizált orvoslásban hogyan látja a holisztikus szemléletet az orvoslásban, illetve az, hogy nem csak gyógyszerrel lehet gyógyítani, és úgy tudom, hogy azért a képzései erre is irányulnak az utóbbi időben. Igen, én a saját szakmai fejlődésemben is egy új irányt vettem az életmódorvoslás irányába. Egy nemzetközi minősítést szereztem, minősített életmódorvos vagyok, illetve egy coaching képzést is szereztem, egy health coach képzést végeztem el, mert azt látom, hogy gyakorlatilag, amit házasként nekünk kellene tennünk, az ezt öleli föl, hiszen ahogy egyre inkább mélyül a tudásom ebben a stúdiumban, gyakorlatilag azt ismerem fel, hogy banálisnak tűnő változtatásokkal, szokások, egészségszokások vagy életmódszokások változtatásával drámai egészségnyereség érhető, rendezzük az alvását a páciensnek, máshogy lélegzik, a táplálkozásában minimális változtatás eszközölve milyen jótékony hatások vannak. Számos-számos olyan dolog van, amit az életmódját illetően a páciensek tudnak a saját egészségükért tenni. És akkor, amikor motivált is a páciens, és hajlandó is ezeken az életmódi szokásokon változtatni, az meg külön öröm. Ebben szívesen segítünk a jövőben is a hozzánk fordulóknak. Dr. Zsó Zoltán, még egyszer szívből gratulálok az elismeréshez, és további eredményes és jó munkát kívánok még hosszú ideig. Köszönöm szépen. A magyar állatkerti szakma éves továbbképzése ezúttal a Nyíregyházi Állatparkban történt. A háromnapos eseményen számtalan bemutató és szakmai konferencia színesítette a programot. A Zoo Dispután csak nem 100 állatkerti munkatárs vett részt. Az idei év egyik legfontosabb témája az állatjólét és az állatvédelem volt. Ez egy több lépéses, tréninges felépítés volt. Ugye a fókáknak a tüdeje nagyjából a testüknek a kétharmada, elképesztően nagy tüdőfelülettel rendelkeznek. És most egy nagy átkérek. Ezek nem egy átlagos fókasó képei, itt ugyanis annak a technikáját mutatják be az állatkerti dolgozók, hogyan lehet egy rutin állatorvosi vizsgálat erőszak és drasztikusabb beavatkozásoktól mentes. A jutalom ez esetben nem csak a látványos show elemekért jár, hanem azért is, ha az adott állat együttműködő volt az állatorvosi vizsgálaton. Idén is közel 100 állatkerti dolgozót látott vendégül a Nyíregyházi Állatpark, a Zoo Dispután. Ez a Zoo Disputa, az állatkertek éves rendes találkozója tulajdonképpen. Itt alapvetően a gondozókról szól és az állatkerti dolgozókról ez az egész konferencia, hiszen az igazgatók azért rendszeresen tudunk találkozni igazgatóként, viszont gondozóként azért ez az egy alkalom van, amikor tényleg az állatkert dolgozók találkozhatnak egymással, és meg tudják beszélni a világ állását, ki hogy csinálja. Egy ilyen jó kis csapatépítés tulajdonképpen, jó kis szakmai fórum, ugye itt azért vannak előadások, megnézünk közben több állatkertet, tehát azt gondolom, hogy egy ilyen élménygyűjtés, élményszerzés napjainkban rendkívül fontos, és szerintem egyre fontosabbá válik, hogy a kollégák egymást megismerjék, ugye ne csak az internet és a social media világával találkozzanak, hanem találkozzanak személyesen is. Itt van lehetőség egy esti program eltöltésére, beszélgetésre. Én azt látom, hogy ez egy hosszú-hosszú évek óta több mint két évtizedet tartó hagyomány, amit nem szeretnénk megszakítani, és szeretnénk, hogy ez tovább tudna folyni a jövőben is. Szeretettel köszöntelek mindenkit! Most a Nyíregyházi Állatpark jégvilág bemutatójában. Ez a legújabb attrakció, amit 2015-ben kezdtük el tervezni. Ugye az állatparkban előtte már megvalósult több projekt, amik trópusi házakról szóltak. Úgy éreztük, hogy elég magabiztosak vagyunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy hogy kell hideg környezetben meleg csarnokokat, meleg állatbemutatókat létesíteni, és akkor vállaltuk a kihívást, hogy akkor létrehozunk ennek a fordítottját egy meleg nyári napon, mínusz fokokat és dermesztő hideget fogunk produkálni, és ezzel nyugodjuk a látogatókat. Nem mellesleg megfelelő kifutókat létesítünk azoknak az állatoknak, akik már régen óta nálunk voltak, és sikerül nekik hűtött termeket, illetve hűtött kifutókat kialakítani.
Ilyen találkozókra szükség van, nem csak országos, de világviszonylatban is, mondja Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, aki egyben az Országos Szövetség elnöke is. Hol vagyunk mi Európa állatkerti térképén? Hát ezt nehéz megmondani, ugye számos mérőszám van, meg lehetőség, de úgy gondolom, hogy a magyarországi állatkerti szakma egy jó 20 éve elindult egy olyan úton, ami előbb azt modellezte, hogy hogy lehet utolérni Európát, felzárkózni az európai modern tartástechnológiához. Most meg már ott tartunk, hogy bizonyos állatkertekben Magyarországon minták vannak Európa számára is. És hát ne felejtsük el, hogy a Nyíregyházi Állatpark zoológiai igazgató helyettese az Európai Állatkerti Szövetség elnöke immár harmadik éve. Úgyhogy ha így nézzük, akkor úgy gondolom, hogy európai élvonalában van a magyar állatkerti szakma. Amikor szakemberek, állatkerti szakemberek összegyűlnek, akkor vannak arról egységes megállapítások, hogy mik a mindennapok kihívásai? Hogyne, azért is találkozunk évente egyszer, a 13 magyarországi állatkert jeles képviselői, hogy itt megvitassuk, hogy kinél milyen probléma van, mert bármilyen furcsa is, vannak generálisan egyforma problémák, de mindenkinél más és más adódik, és hát mindenki más és más kapcsolatrendszerben dolgozik, más és más tulajdonosi hozzáállással. Ezeket megpróbáljuk megbeszélni, és hát tanácsokat adunk egymásnak, de aztán mindenki a maga képére formálja, hogy ezekből a tanácsokból mit tud megvalósítani. Meg lehet fogalmazni olyan jó gyakorlatokat, amiket hazavihetnek innen Nyíregyházáról az állatkerti szakemberek? Remélem, hogy sok mindent. A ma délelőtt például egy gyakorlati foglalkozás sorozatról szól, amikor is itt a Nyíregyházi Állatparkban megmutatunk olyan technológiákat, állattartási módszereket, jelesül itt a Jégvilágban, ami Európa egyik legmodernebb állatháza, talán mondhatom, hogy a legmodernebb most. Ez csak ideig, óráig lehet mondani, hiszen folyamatosan épülnek a 400 európai állatkertben nagyon szép állatházak, és mindig más lesz a legmodernebb, de mivel ezt idén adtuk át, talán mondhatom még ezt, és megnézik a kollégák, hogy hogyan lehet újszerű formákban állatokat tartani, és ami nagyon fontos, és ennek a háromnapos találkozásnak gyakorlatilag az alfája és omagája, hogy ma már nagyon oda kell figyelni minden állatkertbe az állat jólétre. És e körül mozog a dolog, a Nyíregyházi Állatpark ebben élen jár, ezt szeretnénk elmondani, hogy hogyan kell állatot úgy tartani, hogy ne unatkozzon, hogy foglalkoztassuk, hogy úgy érezze magát, mint a természetben, noha nyilván sokkal szűkebb élettérben él egy állatkertben. Nyilvánvalóan ilyen találkozók azért országszerte, ha Európát nézzük is vannak, vagy talán a világon is léteznek ugyanilyenek. Amikor a Nyíregyházi Állatpark igazgatója elmegy egy ilyen találkozóra, akkor úgy jön haza többnyire, hogy na akkor Nyíregyházán is lesz egyszer egy ilyen? Az az igazság, hogy most jó, hogy ne legyek nagyképű, ne tűnjek szerénytelenségnek, ez így volt az elmúlt évtizedekben. Jártam, keltem a világban, és megláttam valami jó dolgot, láttam, hogy nagyon sok pénz kell hozzá, megnéztem, hogy kis pénzből az ötletet hogy lehet ellopni és megcsinálni. Nem, ma már az a helyzet, hogy nekünk vannak olyan ötleteink, amit mások lopnak el, vagy elkérnek, és megcsinálnak, és úgy gondolom, hogy most már olyan tudás halmozódott fel a Nyíregyházi Állatparkban a fiatal, és most már nem is olyan nagyon fiatal kollégáim agyában, hogy mintakép szolgálhatnak Európa számos állatkertjének. Az állatgondozás és az állatkerti munka sokaknak élethosszig tartó hivatás. A Nyíregyházi Parkkal többen 20-30 éves munkaviszonyban állnak. Végigkövették annak fejlődését, és megoldásokat találnak a mindennapok kihívásaira. Állatkertben dolgozni is egy életforma lesz, és lehet, hogy egy élethivatás, vagy állatgondozónak lenni? Alapvetően, aki állatkertben dolgozik, valóban ez egy hivatás, és nem nagy szavak, de ez a második családja minden egyes állatkert dolgozónak, és mikor ilyen zoodiskutát tartunk, és ez hatalmas megtiszteltetés, hogy itt a Nyíregyházi Állatparkban zajlik ez az esemény, itt egy jamboree-ként működik a dolog, tehát esténként tényleg hajnalig beszélgettünk, hiszen nagyon fontos az, hogy eszmecserék folyanak, nagyon keveset találkozunk ugyanis személyesen, és ezek az alkalmak kiváló lehetőséget nyújtanak. Napközben gyakorlatok vannak, előadások, este pedig éjszakában nyúló beszélgetések, amelyek igen tartalmasak.
aki ezt tekinti hivatásának, ők itt maradnak, és nagyon érdekes, hogy mikor a Zódisputa programját is összeállítottuk itt, konkrétan, mint egy nagy családként mindenki beleadott apanyit, anyait, és nagyon különleges, tartalmas programokkal kedveskedünk az ideérkezőknek, és még este is segítettek az itt dolgozók nekem, tehát bámulatos volt, ugye három állatkerti szállodában szállásoltuk el az itt jelenlévő konferenciarészvevőket, és a kollégák jöttek segíteni éjszakában nyúlóan, hogy minden maximálisan úgy működjön, olyan szervezésben, amilyet mi elterveztünk, úgyhogy le a kalappal a csapatunk előtt, mert igazi második családja ez mindenkinek. Az 1983-ban alapított Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének kezdetben 10 tagja volt, ma már 13-an vannak. A szövetség munkatársai a találkozó utolsó napján szakmai kiránduláson vesznek majd részt. Péntek estein már 18. alkalommal rendezték meg a Vármegyei Prima díjak átadó ceremóniáját, amelynek a hagyományokhoz híven a Vármegyeháza díszterme adott otthont. A Prima díj célja, hogy elismeri a helyi tehetségeket, illetve bemutassa a térség különböző területein kiemelkedő teljesítményhújtó személyeket a nagy közönség előtt. Idén magyar ismeretterjesztés és média kategóriában Nyéki Zsolt újságíró részesült elismerésben, akit most stúdiónkban köszönhetünk, jó estét kívánok, és tegeződni fogunk, hiszen nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, és egyébként is kollégák vagyunk, úgyhogy gratulálok. Nagyon szépen köszönöm, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Mit jelent ez a díj, így 30 év után? Hát nagyon nehéz ezt szavakba önteni valóban, mert 32 évet ölel át, és amikor ezt a díjat megkaptam, kimondták a nevemet, akkor én visszarepültem időben 26 éves koromra, amikor gyakorlatilag az egyetem befejezése után ez lett az első munkahelyem, és azóta is itt vagyok ezen a pályán, és rengeteg élmény, rengeteg korszak. Hát ez egy generációváltás úgy az emberek életében. Minden tekintetben, és de egyáltalán mi az, ami erre a pályára vitt annak idején fiatalkorodban? Ez egy nagyon érdekes, mert ugye én gyerekkoromtól kezdve az agrárpályára álltam. Erre determinált az, hogy a szüleimnek kertje volt, mi hétvégén mindig kapáltunk, permeteztünk, dolgoztunk. Ez a tipikus vidéki élet, a jövedelem kiegészítés volt ez a 70-es, 80-as években, aki nem volt rest, az vett földet, és dohányt termesztettünk, gyümölcsösünk volt, és aztán, amikor a középiskolába kellett jelentkezni, nem volt kérdés, hogy a nyíregyházi mezőgazdasági szakközépiskolába jelentkezem. Itt volt egy kis kitérő, majdnem elcsábultam a repülés irányába, mert az MHS időben lehetett jelentkezni, de ez egy másik történet. Végigmentem a kertészeti egyetemet, végeztem el, csak amikor én elvégeztem, nem lehetett elhelyezkedni a szakmába. 1991-et írtunk, aki ért már akkor legjobb. Pontosan tudja, hogy a korábbi mezőgazdasági szerkezet, mint hogy az egész ország teljesen új alapokra került, megszűntek a TSZ-ek, állami gazdaságok, és amikor bekopogtam, hogy itt vagyok, akkor mindenütt azt mondták, hogy azt se tudjuk, hogy velünk mi lesz, elkezdődtek a földelverések, megmarad-e együtt a korábbi birtok struktúra, vagy az emberek elviszik a gépeket, földeket, és nem tudtam elhelyezkedni a szakmába, egyszerűen hiába nagyon szerettem volna, még mindig megvan a metszőllóm és a szemzőkésem, amit középiskolás korom óta használtam. De aztán, amit az élet elvesz, azt vissza is ad, mert engem mindig érdekelt a tömegkommunikáció világa. Hiába kertészeti egyetemre jártunk, mi már rádióztunk a kollégiumban, mi készítettük a Hármas csatorna nevű műsort, interjúztam az évfolyamtársaimat, kollégiumi tanárokat, zene blokkjaink voltak, ez csak úgy jött belülről. És aztán így bekopogtam a Kelet-Magyarország szerkesztőségébe is, amikor a szakmában végképp nem volt lehetőség. Ott fogadtak óvatosan, hogy hát azért újságíró. Meglátjuk, és külsős tudósítóként vettek fel utána gyakornoknak, aztán újságíró. Mondhatjuk, hogy végigjártad az egész. Abszolút, 32 év az hosszú ide. Mi az, amire a legszívesebben visszaemlékszel, ami ebben az újságírói munkában úgy ítéled meg, hogy valami maradandót alkottál ebben a mostani világban, ahol tényleg annyira nehéz megítélni, hogy mi az, ami értékálló lesz évtizedeken keresztül? A leginkább értékálló ebben a hivatásban az a személyes, baráti, emberi kapcsolatok sokasága.
Tehát van egy nagyon kemény munka része is, amikor hajnalban kell kimenni akár a határmenti területeken, mert ott volt, olyankor szerveztek programokat, vagy mindig a hitelességre törekedve én nem íroztam elő, gyűjtöttem az anyagot, hanem kint a terepen. Ez volt a legszebb része. Amikor én elvégeztem az egyetemet, gyakorlatilag 6-7 év kihagyás után jöttem vissza, hiszen bevonultunk katonának. Abban az időben egyetemisták, mielőtt elkezdtek tanulni, aztán jöttek az egyetemi évek. És hát úgy jöttem haza, hogy nulláról kellett építeni a kapcsolatrendszert. És az a 32 év, ez tényleg olyan számomra, hogy a megye bármelyik pontjára megyek, mindig van olyan falu, város, ahol szinte hazavárnak. Részben a családi gyökereim miatt, mert Szatmári ágon is van családi kapcsolatom, nyírségi, de az elmúlt években az a közös munka, ami tényleg az értékteremtés, és ugye beszéltünk a rendszerváltásról, hogy nagyon nehéz helyzetben volt nem csak az ország, ez a megye, ugye a leghátrányosabb helyzetű megyék egyike voltunk, ha nem a legnehezebb helyzettel küzdő megye, és ahogy az elmúlt 32 évben az itt élők a tudásukkal, szorgalmukkal, tehetségükkel egy tündéri mezőt építettek itt, na ezt végig kísérni újságíróként, ez a legnagyobb érték, amire én most örömmel tekintek vissza. És ebben lehetőséged is volt sok értéket megmutatni ebben a megyében. Lokálpatriótának tartod magad? Abszolút, abszolút. A hivatásnak köszönhetően tudtam sok helyre eljutni a világ különböző tájaira, így éppen összeszámoltam, 3 kontinenst is érintette, de ez a hivatásból eredő szakmai utak sokasága. Mindenütt nagy érdeklődéssel néztem szét, mindenütt igyekeztem tanulni, tapasztalatokat szerezni, ezeket hazahoztam, megosztottam, de minden ilyen utazást erősítette meg, hogy az én gyökereim ide kötnek, és abszolút meg se fordult a fejembe, hogy én elmegyek valahová, ahol esetleg könnyebb az élet. Beszéltünk róla, hogy végigjártad az egész ranglétrát. Melyik lépcsőfokon érezted a legjobban magad? Hát az előbb is említettem, hogy legjobban a terepmunkát szerettem. Tehát amikor közvetlenül, személyesen találkozhattam emberekkel, személyesen gyűjtöttem az anyagot, és ebben tényleg benne van, hogy amikor egy alpin technikával dolgozó nyíregyházi cég 250 méter magas kémény tetején dolgozott, akkor én megkértem őket, hogy hadd menjek fel velük, mert ott lesz hiteles. Akkor kap az ember olyan inspirációt, amivel vissza tudja adni. Tehát ezt leülni egy íróasztal mellett meg lehet írni éppen, de az ott kell lenni. És ez vonatkozott akkor is, hogyha éppen gondja volt a dohánytermesztőknek, én ott voltam a pajtába velük. Tehát az első 20 év, ez ezzel telt a terepmunkával. Ez volt a legértékesebb számomra. Utána, amikor már az embert vezetőnek nevezik ki, akkor már ezek visszaszorulnak, akkor már HR dolgokkal kell foglalkozni, a büdzsével kell foglalkozni, a technikai, irodafenntartói, tehát akkor minden ilyen probléma az ő nyakába szakad. Ez is egy nagyon szép kihívás, nagyon izgalmas feladat, kollégákat segíteni, de azért időnként a publicisztikákat nem engedtem el, írtam én is, és amikor egy szívem csücske téma került elém, ilyen például a repülés, vagy olyan magasrangú vendég volt, akivel én magam is személyesen szerettem volna megismerkedni, beszélgetni, akkor rögtön visszaültem az írók padjába is. Maga az újságíró szakma óriási változásokon ment keresztül az elmúlt 30 évben. Vezetőként mi volt a legnagyobb kihívás ebben? A legnagyobb kihívás a technikai, technológiai váltás, és ezt lekövetni. És itt van egy hasonlat, amikor én 26 évesen bekopogtam a szerkesztőségbe, akkor még ott voltak a pötyögős írógépek. Kis Erikák. Igen, a kis Erikák. És még én magam is az első külső tudósítói cikkemet fleckben kérték a mértékegységet, a fleck papír, és ezt be kellett tekerni és bepötyögni, és én úgy vittem az első külsős tudósításaimat, de amikor már felvettek a szerkesztőségbe főállásba, hát ott volt a számítógép. És tényleg az volt, hogy a régi-régi kollégák nem voltak hajlandók számítógépen dolgozni, pötyögti továbbra is. Nyilván az ilyen kollégák fölött eljárt az idő, és ők abba is hagyták. Most ugyanezt éljük meg szerintem, mert
a Google Analytica, ez a digitális világ, a forgalomgenerátorok, az algoritmusok, és most már is beszéljünk a mesterséges intelligenciáról. Na, ebben a világban megtalálni a helyünket, kezelni ezt a technikát, uralni, a magunk javára fordítani, ez a legnagyobb kihívás. Nyeki Zsolt, szépből gratulálok, és további sikereket kívánok. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, a lehetőséget. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, akkor is köszönhetünk majd vármegyei prímadíjast. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!